November 21-e és 24-e között Székesfehérváron rendezték meg a junior és ifjúsági ökölvívó magyar bajnokságot, melyen a kiskörösi kiskunsági ökölvívó egyesület két tagja, Kanalas Roberto és Babenyec Bálint is ringbe szálltak. Az első versenynapon Bálint küzdött meg érdi ellenfelével. Sajnos nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. Pontozással, egyhangú pontozással maradtam alul érdi ellenfelem ellen. Hát nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettem volna, nem találtam a távolságot, kicsit túlizgultam, és sajnos nem jött ki a lépés. A kiskörösi versenyző a túljelentkezés miatt a juniorok mezőnyében a 75 kg-os súlycsoportú kategóriában versenyzett, azonban ez a valós súlycsoportjától egyen magasabb kategória. Kanalas Roberto pedig az ifjúsági kategória 57 kg-os csoportjában küzdött, ahol beverekedte magát az elődöntőbe. A másik versenynapon sikerült győznöm, igazából 4-1 arányú megosztott pontozással. Aztán így bekerültem az elődöntőbe, ahol igazából nem úgy sikerült a lépés, ahogy szerettem volna, de így, és így bronzérmet szereztem. Roberto 3x3 perces küzdelmek során bizonyította ökölvívó tehetségét. Első, mert az úgy, ahogy, hát igazából az úgy, ahogy elment, a másodikban sikerült feloldódnom, ott már én domináltam, és a harmadikban is, és így tudtam nyerni. A fiatalok Luca Gábor edző irányításával hetente több mint 10 edzés alkalmával készültek a junior és ifjúsági ökölvívó magyar bajnokságra, a jövőben pedig tovább folytatódik az edzésmunka, hogy az elkövetkezendő versenyeken szép eredményeket szerezzenek a fiúk.